estét kívánok! Aktuális című műsorunkat látják, és bizony az elmúlt hetekben mindenki megtapasztalhatta, hogy a munkáltatói igazolások megérkeztek a lakcímre, hiszen hamarosan közeleg a személyi jövedelemadó bevallás időszaka. E témában kutakodunk ma egy kicsit Püspök Poszavác Gabriella segítségével, a Somogy vármegyei NAV sajtóreferensével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéljünk egy kicsit először ezekről a munkáltatói igazolásokról. Ugye ezt már tényleg a legtöbb helyen megkapták. Mi a tapasztalat, hogy mennyire gyorsan adják ezt ki a munkáltatók, és ehhez képest a munkavállalók reakciója milyen? Rögtön szaladnak önökhöz, vagy rögtön elkészítik a bevallást? Mi a tapasztalat? Ahogy mondja, már mindenki készhez kapta a munkáltatóktól, kifizetőktől származó igazolást, és azt tapasztaljuk, hogy egyre többen jelennek meg az ügyfélszolgálatokon. Talán sokan félre is értik azt, hogy a NAV bevallási tervezetet készít. Lehet, hogy rosszul értették, esetleg a munkahelyen, ismeretségi körben hallottak rossz információt, de gyakran azt mondják, hogy úgy gondolják, hogy a NAV készíti el a bevallásukat. Ugye azt tudni kell, hogy a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatok alapján mindenkinek külön kérés nélkül készítünk egy bevallási tervezetet. Ehhez a tervezethez különböző módon lehet hozzájutni, és nincsen szükségünk ezekre az igazolásokra például. Ugye, mint említettem, sokan hozzák be az ügyfélszolgálatra, vagy küldik el postán. Ezeket az igazolásokat mindenkinek saját magának kell megőriznie, össze kell hasonlítani a tervezet adataival, és hogyha mindent rendben talál, akkor gyakorlatilag teendője sincsen. Tehát akkor igazából az, amit a munkáltatótól, kifizetőtől megkapunk, az azért van, hogy ha megvan a tervezet, akkor ezzel tudjuk összehasonlítani, hogy minden rendben van-e. Így van, ugye ezeket az adatokat kell összehasonlítani, de előfordulhat, hogy az adózónak van olyan jövedelme, illetve adókedvezményre jogosult, ami miatt módosítani szükséges a tervezetét, illetve azt meg kell jegyeznem, hogy az egyéni vállalkozóknál, őstermelőknél és áfás magánszemélyeknél nem működik ez az automatizmus, és nekik mindenképpen ki kell egészíteniük az egyéb tevékenységből származó jövedelmekkel és költségekkel a tervezetüket, illetve jóvá is kell hagyniuk. Minden más esetben, hogyha klasszikus értelemben vett magánszemély, ha nem csinál semmit, például meg se nézi a bevallási tervezetét, abból akkor is bevallás lesz május 21-én. Na, beszéljünk még egy kicsit ezekről az időpontokról, hiszen több is olvasható a honlapon is. Van egy március 15-ünk, egy március 18-unk és egy május 21-ünk. Mit takarnak ezek a dátumok? Ugye az első időpont a március 15-e. Március 15-től lehet megtekinteni a bevallási tervezeteket azoknak, akik rendelkeznek KAÜ azonosítóval, például ügyfélkapuval vagy részleges kódú telefonos azonosítással. Ők az e-SZIA oldalon tudják megtekinteni, tehát nem a tárhelyen kell keresni, ezt is gyakran tapasztaltuk az elmúlt években, hogy többen szóvá tették, hogy ők a tárhelyükön nem találják a tervezetet. De külön erre a célra létrehozott oldalon, az e-SZIA.nav.gov.hu oldalon lehet megtekinteni, és néhány kattintással, ha szükséges, módosítani a tervezeteket. Ugye azok, akik nem rendelkeznek KAÜ azonosítóval, kérhetik március 18-áig a bevallási tervezetek papír alapú postázását. Erre számos lehetőség van, például a 1819-es telefonszámon, a honlapunk segítségével, egy meghatározott nyomtatványon, vagy pedig SMS-ben a 0630 344 43 04-es telefonszámon, ahova az SZIA szót szóközzel elválasztva az adóazonosítójelet, szóközzel elválasztva a születési dátumot kell írásjelek nélkül megküldeni. Az elmúlt években mennyire egyszerűsödött, kaptak-e ilyen visszajelzéseket, hogy mennyire lett egyszerűbb ez az adóbevallási időszak az emberek számára? Aztán majd boncolgatjuk nyilván, hogy vannak itt azért érdekességek, hiszen van olyan munkavállaló, aki még mellette őstermelői, avagy vállalkozói igazolvánnyal is rendelkezik, de most vegyünk egy klasszikus esetet. Van egy 8 órás bejelentett munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló, az ő számára mennyire lett az évek során könnyebbség az, hogy a NAV gyakorlatilag elkészíti ezt a bevallástervezetet, mennyire
egyszerűsödött az élet. Ez mindenképpen könnyebbség, különösen az említett példában, tehát hogyha valakinek nem volt egyéb jövedelme, nem szeretne adókedvezményt érvényesíteni, akár évközben érvényesítette, akkor gyakorlatilag áttekinti a tervezetet, hogyha rendben találja, jóvá hagyja, de ha nem csinál vele semmit, az akkor is bevallás lesz május 21-e után. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen könnyebbség, és ha valaki meg szeretné kiegészíteni, módosítani, a nyomtatvány kitöltő programok nagyon sokat tudnak segíteni, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton is tudnak segíteni március 15-e után, amikor a bevallási tervezetek már elérhetőek, hiszen így a kollégák is egyszerűbben és gyorsabban tudnak dolgozni. Mennyire jellemző az, hogy az emberek személyesen mennek el valamelyik irodába, és ott kérik a segítséget? Vagy azért sokan elektronikusan megpróbálják már ezt elintézni? Tapasztalatok szerint egyre többen intézik elektronikusan, de még mindig nagyon sokan kérnek személyesen segítséget az ügyfélszolgálatokon. Különösen igaz a bevallási időszak vége felé, tehát inkább májusban sokan az utolsó pillanatokra hagyják az ügyintézést, tehát akkor érdemesebb időpontot foglalni, hiszen így elkerülhető egy hosszabb várakozási idő, de még igen sokan intézik személyesen is a bevallással kapcsolatos teendőket. Ugye ez volt a klasszikus. Most akkor bonyolítsuk egy kicsit. Van egy munkavállalónk, aki rendelkezik mondjuk egy mellékállás vagy mellékjövedelemmel egy vállalkozói tevékenységet folytat mellette. Az ő esetében mennyiben bonyolódik az SZIA bevallás? Ugye abban az esetben, hogyha valaki például egyéni vállalkozó, őstermelő vagy adószámos magánszemély, neki is készül egy bevallási tervezet, és a tervezet megfelelő pontján tudja jelölni az egyéb tevékenységi köröket, így hozzá fog tudni férni azokhoz az oldalakhoz, ahol ki kell egészíteni a tervezetét, illetve jóvá kell hagynia, tehát egy alapbevallási tervezet ezeknek az adózóknak is készül. Beszélgessünk még egy kicsit erről, hogy tegyük fel, van egy adózónk, aki egy munkaviszonnyal rendelkező ember, és mondjuk volt egy ingatlan értékesítése az év során, az adó év során. Mi a teendője? Mit kell hova írnia? Ugye azt mindenképpen tudni kell, hogy van-e ügyfélkapuja vagy nincsen, hogyha van, akkor ugye bevallási tervezetet tudja módosítani, hogyha nincs, akkor mindenképpen célszerű nyomtatványkitöltő programot használni. A webes felületünk egyébként megújult, a regisztrációval, illetve a regisztráció nélkül használható webes felület, ugye ami a webenyk.nav.gov.hu oldalon érhető el, és már egy kalkulátort is tartalmaz, tehát ha valaki 5 éven belül értékesített ingatlant, a menüsorból kiválasztja ezt a menüpontot, és kitölti a kalkulátorhoz azokat az adatokat, amelyeknek ugye az információnak a birtokában van, és a kalkulátor segít kiszámolni, illetve megjeleníti már a bevallásban akár a befizetendő adóösszegét. Most lehet, hogy butaság, amit kérdezek, de azt mondta, hogy 5 éven belül, tehát 5 éven belül én akkor eldönthetem, hogy melyik évben vallom be azt, hogy eladtam egy ingatlant, vagy vásároltam? Nem. Ugye az 5 éven belül azért van jelentősége, mert ha valaki 5 éven belül a szerzés évétől számított 5 éven belül értékesíti, akkor abban az adóévben, amikor az értékesítés történt, akkor adókötelezettsége keletkezhet, hogyha nagyobb összegért értékesítettem, mint amennyi a beszerzési költsége volt. Ugye ilyenkor az ingatlannak volt egy beszerzési értéke, számlával igazolható költségek, illetve attól függően, hogy mikor volt a beszerzés az 5 éven belül, ennek megfelelően arányosan változik az adózási mód, és annak a 15%-át terheli a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. Például, hogyha valaki vásárolt egy ingatlant 2020-ban, de 2023-ban értékesítette, akkor ugye 2023 évre szóló bevallási időszakban, vagyis most kell elszámolnia erről a jövedelméről. Egyébként az emberek mennyire tájékozódtak ezekben a mindennapi esetekben, hogy mikor, mit, hova kell bevallaniuk, mi a tapasztalat, hogy mennyire vannak, hogy így fogalmazok képben, vagy mennyire kérik ilyen esetekben is az önök segítségét?
Igen, rengeteg hasznos információ található egyébként a honlapunkon. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan tájékozódnak a www.nav.gov.hu oldalon, ahol információs füzetek, tájékoztatók és kalkulátorok is segítik az adózókat az ESZIA bevallással kapcsolatos kérdésekben, de akár személyesen is, vagy pedig a 18-19-es infovonalon is lehet segítséget kérni. Az egyik kellemesebb része az adóbevallásnak az 1+1%, amikor arról kell nyilatkoznunk, hogy melyek azok a civil vagy egyházi szervezetek, akiknek szeretnénk felajánlani az adónk 1%-át, ezzel mennyire élnek az emberek? Azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre többen élnek az adó 1+1% rendelkezés lehetőségével, azonban sokan nem szánnak időt akkor, hogyha bevallási tervezettel nincsen gyakorlatilag teendő, és elmulasztják a rendelkezés lehetőségét. Ugye erre is ugyanúgy a május 21-i határidő vonatkozik, ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy támogassunk egy-egy szervezetet a már befizetett és levont adónk 1%-ával. Vannak olyan esetek, akik már mondjuk most február 20-át írjuk, akik megkapták a munkáltatói igazolást, és már neki is álltak az adóbevallásuk elkészítésének? Előfordul, igen, hiszen nem csak a tervezetekkel, hanem a személyjövedelem adóbevallás bármikor önállóan is elkészíthető. Ehhez célszerű használni a nyomtatványkitöltő programokat, ami lehet az általános nyomtatványkitöltő program, a webes felületünk az ESZIA felület, ahol bejelentkezés után egy üres nyomtatvány is rendelkezésre, vagy pedig a regisztráció nélkül használható WebNK felületünk. Érdemes egyébként ezeket használni, hiszen a kitöltésből adódó hibák, hiányosságok könnyedén kiküszöbölhetőek a programokkal, hiszen jelzik a súlyos hibákat, a figyelmeztető hibákat, és természetesen felhívják a figyelmet az 1+1% rendelkezés lehetőségére is. Mik a lehetőségeink akkor, hogyha gondosan, körültekintően néztük át, de valami mégis kimaradt, és beküldtük, vagy jóvá hagytuk a tervezetet? Ugye célszerű végig gondolni, hogy meg lehet-e csinálni a bevallást, tudják-e módosítani, kiegészíteni, hogyha nem, akkor célszerű mindenképpen segítséget kérni. Ugye gyakran tapasztaljuk, hogy a családi kedvezmény igény bevételével vagy különböző adókedvezmények kapcsán, amit évközben ugye nem vesznek igénybe, hanem a bevallásban egy összegben szeretnék érvényesíteni, ilyenkor kérnek leggyakrabban segítséget az adózók a bevallás kitöltésében, de egyébként bármikor elkészíthető tényleg önállóan is. A fiatalok mennyire tudják, hogy mi az, ami rájuk vonatkozik? Mondjuk most a 25 év alattiak adókedvezménye az nyilván nagyon egyszerű, hiszen nem kerül levonásra a havi bérből, ha jól tudom. Így van, ugye a 25 éven aluli fiatalok adókedvezménye az egyetlen olyan, amit a munkáltató automatikusan figyelembe vesz, kivéve akkor, hogyha a fiatal arról nyilatkozik az év elején, vagy akár évközben, hogy nem szeretné érvényesíteni ezt a kedvezményét, mert lehet, hogy több munkahelye van, lehet, hogy őstermelő vagy egyéni vállalkozó, és mondjuk a bevallásában szeretné egy összegben érvényesíteni. Minden más esetben ugye az adózó el tudja dönteni, hogy évközben szeretné igénybe venni a kedvezményeket, vagy pedig a bevallásban egy összegben, és azért az a tapasztalat, hogy mindenki tudja, hogy milyen kedvezményre jogosult. Olyan szokott előfordulni, hogy személyi kedvezmény kapcsán, ugye ami valamilyen betegségben szenvedő fogyatékossággal rendelkező, vagy rokkantsági járadékban részesülő adózóknak jár, hogy ők nem tudták, és hogyha esetleg rosszul töltötték ki a bevallást, vagy a korábbi években nem vették igénybe az adókedvezményt, akkor 5 évig visszamenőleg, hogyha jogosultak voltak rá, önellenőrzés keretében igénybe lehet venni ezeket a kedvezményeket, de egyébként, ha bárki bármit elront, a már benyújtott bevallás után jut eszébe, hogy valami mégsem jól lett kitöltve, akkor lehetőség van önellenőrizni. Egyébként az ESZIA oldalunkon ez is könnyebben megy, hiszen ott be lehet tölteni a benyújtott bevallást, és könnyebben lehet önellenőrizni, hiszen akkor már csak a különbséget kell, a jó adatokat kell feltüntetni a felületen. De gondolom ez papír alapon is ugyanúgy lehetséges? Természetesen papír alapon is ugyanúgy lehetséges, de ehhez is azért célszerű használni a nyomtatványkitöltő programot, hogy biztosan jó legyen. Mennyire változott meg az emberek képe magáról az adóhatóságról, mert hát ugye azért nagyon sokan
rossz szóval érve mósként tekintenek mindig az adóhatóság munkatársaira, akár az ügyfélszolgálaton, akár hogyha valaki egy hivatalos levelet kap a NAV-tól, akkor azért mindig görcsbe áll a gyomra. Igazából a kérdésem arra vonatkozik, hogy mennyire lett ügyfélközpontúbb vagy ügyfélbarátabb a hatóság. Hát reméljük, hogy a szemlélet folyamatosan változik, és egyre több adózó hát nem mérgesen, nem szomorúan távozik az ügyfélszolgálatról, vagy hogyha levelet kap tőlünk, akkor nem ijed meg egyből. Egyébként rengeteg szolgáltatást vezettünk be, például a bevallási tervezetet, ami úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítség a személyi jövedelemadó bevallás elkészítésében, de sorolhatnánk az online számlát, az online számlázó programot, ami ugye a NAV ingyenes számlázó programja, a támogató ellenőrzéseket, hiszen ugye a részletfizetési lehetőségeket, vagy akár a tájékoztató leveleket, hogyha valaki elmulasztott valamilyen bevallást benyújtani, akkor ugye először felhívjuk a figyelmüket a bevallás vagy a mulasztás pótlására, akár a fizetési felhívások, tehát számos-számos olyan szolgáltatás alakult ki az elmúlt években, ami segíthet azon, hogy ne legyen mumus az adóhivatal. A bevallás kapcsán vannak tipizálható hibák, hogy mi az, amit a leginkább elfelejtenek, hogy elmulasztanak az adóalanyok? A papír alapú bevallásoknál még mindig a leggyakoribb hiba az aláírás hiánya. Tehát, hogyha valaki papír alapon tölti ki a nyomtatványt, vagy kinyomtatja, mielőtt elküldi, írja alá feltétlenül, hiszen ez olyan hiba, amit hivatalból nem lehet javítani. Egyébként a gyermekek adataiban szoktak hibák lenni, nem pontosak az adatok, nincsen minden hónap kódolva, amikor jogosult vagy nem jogosult az adózó a kedvezmény igénybevételére, szóval inkább ilyen kitöltésből eredő hibák azok, amik előfordulnak. Még egy kicsit visszatérünk az 1+1%-hoz, ha már a hibákról beszéltünk az imént. Ott is vannak olyan hibák, ami miatt aztán mondjuk nem ítélhető oda az adott szervezetnek az 1%? Ugye az 1+1% rendelkezés ránézésre egy nagyon-nagyon egyszerű nyomtatványnak tűnik, hiszen minimális adatot kell megadni, mégis azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan hibásan töltik ki. Az első és leggyakoribb hiba, hogy nem véletlenül 1+1%-ról beszélünk, hiszen két kedvezményezetti kört lehet megkülönböztetni. Az egyikbe azok az adózók tartoznak, akik regisztrálták magukat a NAV adatbázisába, ezek különféle egyesületek, alapítványok, regisztrált civil szervezetek, a másikba pedig az egyházak és a Nemzeti Tehetségprogram tartozik. Ugye mindkét kedvezményezeti körre egy és még 1%-ot lehet felajánlani, és gyakran úgy gondolják, hogy csak az egyik részére szeretnének kettőt kiválasztani. Ugye erre nincsen lehetőség, ilyenkor mind a két felajánlás érvénytelen lesz. Illetve azt tapasztaljuk, hogy sokszor választanak ki olyan adózót a civil szervezetek közül, akik nem regisztrálták magukat a NAV adatbázisában, éppen ezért, hogyha már valakinek egy ötlete, hogy kit szeretne támogatni, érdemes leellenőrizni a NAV honlapján, vagy pedig használni a webes nyomtatványkitöltő programokat, akár az ESZIA felületet, akár a webenyket, hiszen egy beépített keresővel van ellátva, és csak olyan adózót lehet kiválasztani, akire érvényesen lehet felajánlást tenni. A másik gyakori hiba az 1+1%-ok kapcsán, hogy május 21-e után nyilatkozik valaki, vagy pedig hiányzik például az adóazonosítóját, tehát a felajánlónak az azonosítására szolgáló adat. Azt egyébként megtehetem, hogy csak az egyik 1%-omat ajánlom fel? Természetesen erre is van lehetőség, azonban ilyenkor a nyomtatvány másik felét üresen kell hagyni. Ez gyakori egyébként? Előfordul, de az nem jelenti azt, hogy az az 1% elveszik, az a központi költségvetésben marad. Biztos vagyok benne, hogy még van olyan dolog, amiről nem beszéltünk, hiszen majd az élet ezt úgyis produkálja. Nagyon érdekes lesz, hogyha nem bánja, akkor már most előre szeretném meghívni egy májusi beszélgetésre, akkor már valószínűleg jobban forni fognak a vonalak önöknél is, illetve az internetes felületeken is jóval több lesz a munka, de bízom benne, hogy sikerült egy kicsit a bevallásra készülőket eligazítanunk, hogy mik a leg
aktuálisabb kérdések, amiket most tisztázni kell, és hova fordulhatnak, de kérem, hogy ismételjük meg még egyszer, hogy mik a legfontosabb határidők SZIA bevallás tekintetében, illetve melyik azok az oldalak, ahol még plusz segítséget tudnak nyújtani a bevallásra készülőknek. Amit akkor mindenképpen meg kell említenem, hogy bevallási tervezet mindenkinek készül, automatikusan, nem kell megküldeni ehhez az igazolásokat, és nem kell eljuttatni sem a NAV-hoz. És akinek van ügyfélkapuja, március 15-től az esia.nav.gov.hu oldalon tudja megtekinteni, akár módosítani, jóváhagyni a tervezetét. Akinek nincsen ügyfélkapuja, vagy KÜ azonosítója, ő március 18-áig tudja kérni a bevallási tervezet postázását. És ami a legfontosabb határidő, a május 21-e, ami a személyi jövedelemadó bevallás, az adó megfizetésének és az 1+1% rendelkezések benyújtásának a határideje. Hogyha valakiben kérdés merült fel, akkor tudom ajánlani honlapunkat, a www.nav.gov.hu oldalt, ahol egy külön menüpont csak a személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos információkat tartalmazza, például ugye kalkulátorokat, információs füzeteket, linket a nyomtatvány kitöltő programokhoz, úgyhogy érdemes használni egyébként ezt az oldalt is, és a 18-19-es infovonalon várják a hívásokat a kollégáim. Püspök Poszovácz Gabriellának nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, aktuális című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is.